Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Mai játékunk egy érdekes kis indie játék, ami ingyenes Steamen. A játék neve The Ware Cleaner, egy, hát, karaktert irányítunk benne, egy ilyen kis indie fölülnézetes madártávlatos játék, és takarítók vagyunk benne, illetve van egy titkunk, farkas emberek vagyunk. Ennek köszönhetően ez bonyolítja meg majd a pályákon való szereplésünket. Van benne haverunk, egy-két videót láttam már belőle, úgyhogy amondó vagyok, hogy vágjunk is bele a játékba, azt nézzük, hogy milyen. Úgyhogy... Showtime! Itt is vagyunk a menübe. Nézzük a beállításokat. Upscaling nincs. Master volumet kicsit lejjebb húzzuk. Tetszik el az elrendezés, hogy nem függőlegesen vannak a dolgok, hanem egy kicsit eltekerve, ilyen papírosan. Vannak gyűjthető dolgok, 14 dolog. Most billentyűgérrel fogunk játszani, ott egy kis plüsi. Ezzel mintázták a karakterünket, és hát play. Bal gomba a mosol, a misték az egy tévedést jelent, ha jól tudom, és a cleaner a tisztító, az eltévedt tisztító. A piacom. Na mindegy. Itt is van a karakterünk, szép emberi formájában, egy nyíl alattunk mocorog, ahogy van, amerre nézünk, gondolom arra mozgunk. Ballal vizezünk, Q-val lehet átváltani porszívóra, úgyhogy az a két módváltás. WSAD-vel mozgunk, érdekes karakterünk van. Tetszik, hogy animált, ő rajta már készül a farsangra, van tarvas agancs. Ki van ott? Hallom a liftet, mondja itt a biztonsági őr. Ne gondold, hogy ellopakodhatsz itt. Derli. De hogy, ne, hogy azt hitt, hogy ellopakodhatsz itt Derli mellett, mert ő Derli egyébként, ott nagyon agresszívan fölléphet ránk. Jó a szinkron, tetszik, ez a hababa, ez a... Nem tudom, mond nektek valamit az, hogy Egon és Dönci. Na hát, annak a nyelvstílusára hasonlít. Bowling Hugs, vonyító ölelése. Új projekt, túlmunka, overtime. Az jól indul. Oh, hello Darlie, csak én vagyok, mondja Kyle. Kyle a karakterünk. Itt a kis animációs képen, itt a szövegbuboréknál, amit ír a szövegünket, ez még jó pofán is néz ki. Na már nagyon örülök, Kyle. Jó, hogy hallok rólad, haver. A bad az ugyebár haver. Ready for another week, készen állsz egy újabb hétre. Yeah, my rent was due at the end of this week, azaz ki kell fizetnem a héten a albérletet. I really hope I can pay it off. Nagyon remélem, hogy ki fogom tudni fizetni, mondja Kyle. Oh, ne aggódj, Kyle. Semmi szükség az aggódásra, no need to worry, Kyle. I'm sure it's be a smooth and easy week. Szerintem egyszerű és könnyű heted lesz. Ő meg úgy gondolja, hogy szerencsés, maybe if I lucky, azaz remélem szerencsés, remélem, vagy talán, ha én szerencsés leszek, something exciting will happen to, valami történni fog vele a héten, és nagyon fölcsillantak a szemei szó szerint. And hey, if you need anything, you make sure to let your all head of security pal, Derlik, know, alright? És figyelj, vagy hello, ha bármire szükséged van, csak nyugodtan keresd meg a öreg haverodat, vagy a csávót, ugyebár a biztonsági haverodat, Derlit, tudod, ugye, rendben van minden, ott látok valami csillogót, szerintem az felvehető, és nem tudom eldönteni, hogy ez egy paprikaspray szeretne lenni, vagy valami más. Mondjuk egy gránát. Köszi, Darlene, mondtuk neki. Mindig, anyways, vagy bármikor, I will take an enough of your time, nem húzom tovább, eleget húztam már az idődet. I will, jövő idő, azt hiszem, let you get to your, mi ez a szó, your, te, your, genitally duties, jebár tartsd be a
szabályokat, találkozunk holnap, azaz, hogy menjünk takarítani. Jó, és itt is vagyunk. Az egértől függetlenül mocorog alattunk az a kék nyíl. Nyilván most itt rezumolva látjátok. Hogy ide be is kell mennünk, elvel kezded a szintet. Na, ott van egy térkép, és takaríts két dolgot, van 6 percünk, és az karakterünk itt a térképen fönt, már egy ilyen farkas fejik, a jó pofa. És akkor itt is van Caffeine Machine Explosion, felrobbant a kávégép, és ez az egész cég erről a Howling Hughes nevet viseli. Ugyebár, és akkor ezt itt el kell takarítanunk, bal gombot nyomva tartva, jó pofa. Minden a farkasokról szól, úgy látszik, itt az egész terület erre van irányítva. Az ott leült idő pörög nála, akkor valószínűleg az jelzi a karakternek, hogy meddig lesz itt szerintem, és ott látok elég nagy felfordulást. Hát nincsen olyan nagy vízirányunk, ha ez idefele tart, hát most ne gyere ide, míg én takarítok, köszi, mert téged is letakarítalak. Kész is van, ide jött nyomtatni. Nem figyeltem, hogy mi volt ennek a része. Ó, mi van ott egy plüsi? Nem lehet felvenni, az ott egy plüs farkas, hát nézzétek már, hogy milyen cuki. Nézzük, lehet-e valamit itt csorni, mindenki örül magának. Nem tudok átváltani még a vacuum cleanerre, hiába nyomkodom a Q betűt, vagy tönkrement a billentyűzetem, lehet választani. Még magam sem tudom. Majd kiderül. Szerintem meg limitálva vagyunk. Na és ide bejövünk. Aulikus, hello! Mit szólsz a vízhez? Tetszik? Ha-ha-ha. És ti akartok fürödni? Nem? De el ne foglald azt... Ó, elfoglalt azt a helyet. Mindjárt elmegy innen. Közben telik az időnk, ami nem baj, mert... Nem tudunk leülni? Oké, hát itt hallgatjuk a dolgokat. Zsőrölt egy kis munkássityak van. És ide be tudtunk jönni, és akkor itt is van egy collectible cucc. Találtunk egy jart, alias comotot, meg egy zöld plüsi. Itt egy barna plüsi, hát az egész cég erről szól, úgy látom. Nevéből mindenből adódóan. Ide bejövünk, valami collectible. Ezt le tudom neki mosni. Szép tiszta képe legyen, nem? Ezt? Ez se. Itt sincs begyűjthető dolog. Jó, hát akkor már egyből egy begyűjthető dologgal gazdagabbak lettünk. Haver irodájában nem tudunk begyesszelni. Itt a számítógépet elrontani, nem? Semmi, kicsi fizetésemelésbe hekkelni magunknak. Semmi, errefele se, ott meg 5 farkasfej, egy fekete, meg 4 aranyszín. Jó, ezt itt tönkre törni nem lehet. Ezzel szórakozni sem lehet, az sem lehet. Jó, hát... Akkor ennyi volt a nap, level complete. Nem tartott sokáig, nem egy 10 perccel a felvétel. Időnk 3 csillag, no kills, ott vigyorgó fej fönt, már cuki. Idő, hogy következő rangba 1.30, szóval hogyha csillagot szeretnénk még egyet szerezni, akkor újra játszva a pályát, ez a level 1 hétfő, akkor 1.30-on belül kell megcsinálni, és nem öltünk meg senkit, vagy legalábbis nem halt meg senki, gyilkosságot száma 0. Na, este van, hazaértünk. Miért is negyből teli hold? Az... Azt a plüss mindenedet. Hogy nézel ki? E-mail. Dear Howling Hughes employer. Éjszakai műszak mindenkinek a héten. Különben fizetetlen túlóra kell, különben kivágnak. Az úgy korrekt. És már szomorú. Az, úgy dolgozni, az meg megijed. És akkor rátámad. Szomorú, nem akarja. És ki kell fizetni a héten. Nem tud mit csinálni. Jaj, te. És elmentünk így dolgozni. Éjszaka kellős közepén kötelező túlórába. Werewolf Sociality Integrated, az korrekt. Külön manuálva hozzá. Szóval, VSI által írva, gyilkolás. When spotted, you can't control yourself. Mikor meglátsz valakit, nem tudod magad kontrollálni.
Devmuir Eat Corps. Ugyebár el kell tüntetni a bizonyítékokat, és Clean eltávolítani magukat a történést. Az korrekt, az ne hagyjunk holttestet, és takarítsunk fel magunk után. Korrekt, ez így mind. És erre külön van leírás. Oké, hát itt vagyunk, plüsként, hátunkon a cuccal. Maradjál csak mert hogy késő éjszaka van, nem gondolhatod, hogy bárki is ide bejöhet anélkül, hogy ő tudna róla. Hello Dudley mondjuk, kis akadozva, és milyen fejet felvárott ez a leízott kategória. Kyle, örülök, hogy valakivel beszélhetek. Jól érzed magad? Feeling under the weather. A hangod egy kicsit más. Ó, mert valami lehet az intercommal, ugye, mert az intercom az a falon lévő cumó itt, amivel oda-vissza kommunikáció van, az csak kiszólni tud, látni nem lát szerencsére minket. This full unpaid overtime situation isn't great. Ez a egész fizetetlen túlóra szituáció nem csodás, nem tetszik nekünk. Hard to disagree with Yarder. Nehéz lehet figyelmen kívül hagyni ezt. They got me cooped up in this small security office guarding the main elevator entrance. Ők hagytak itt engem ebbe a kis biztonsági irodában őrizni a fő liftet, az ezt, amint följövünk, gondolom. És but no complaint shared, nincsen helye itt a komplikációknak, vagy egységeknek. I'm gonna keep an eye out like a Jarvis, de ő mindig figyel, azaz nem, nincs kivétel itt arra, hogy most estében dolgozik. With the CEO overworking everyone, mivel a vezetőség túlóráztat mindenkit, I'm sure the office will only get more bustling as we get closer the end of the week. És úgy gondolja, hogy az irodában mindenki csak fog többet lenni, azáltal közelebb kerülünk a hétvégéhez. Oh boy, mondtuk, milyen hangja volt már ez a nyüffögés. Thanks for working nights, now. Végül is mi este dolgozunk, I'm gonna make sure to keep an extra big eye out of anything suspicious this week. Még nagyobb szemekkel fog az az extra nagy, extra big eye bármilyen bűnelkövetést, lebukást, suspicion, ugyebár figyelmet erre a hétre, az még jobban fog őrizkedni. Hát nem tudom, úgyhogy alapból nem látsz ki innen, hiába villognak ott a három tévéd. Valószínűleg három különböző streamet nézel, de az biztos, hogy nem látsz ide ki. I better let you get to it. Jobb is lesz, ha béké hagy minket, azaz hagy dolgozni. Találkozunk másnap, haver. Ja. Hát akkor kezdjük is a szintet. Ugyanúgy időre megyünk. Nem tudom, kik vannak itt, jelenti, hogy hova kell bemennünk. Oda nem tudunk bemenni, akkor ott van valaki, egyik szideink. Kérdés, hogy te merre fele fogsz kijönni? Nem tudok még kúra váltani, úgyhogy az nincs. Errefele bármi. Ó, egy gyűjthető dolog. Hát csak ide. Emberünk a WC-n volt nagyon. Remélem nem erre jössz. Dehogy nem. Nem látjuk, nem lálasz, nem beszélsz. Úgy. Adjál itt minket szépen. Fúj! Mi történik? Projekt lit diahelyre. Valaki nagyon csúnyán össze-vissza fújjolt itt mindent. Hát gusztustalan, nagyon gyorsan tüntessük el ezt innen. Hát gyerekek is nézik az adás, hogy lehet ilyet itt hagyni. Hát most ennyire lázadnak a éjszakai munkától, vagy valami fertőzés volt a menzán, és túl jól sikerült a csilisba, vagy mi? Fúj. Oké, hogy csak játék, de belegondolni is gusztustalan, hogy ezt itt valaki végig fosta. Hát már tényleg. Na így most majd szép, tiszta, minden jó. Nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz. Úgy. Mondom, nem jó, ha észrevesznek. Na nézzünk lejjebb, egy kollektiblink volt, te mész oda le. Oké, ott örülsz magadnak egy darabig.
a Painter's Mental Breakdown ledobta a gépszíjat a festő. Az egészet le kell takarítanunk, az egészet le kell, és ilyen visszafele. Sicu. Jó, nem látsz? Elrohantunk, ne gyere utánam. Úgy, úgy. Azt akart, hogy picsára rakjuk, hát szörnyű. Nem lehet bezárni. Szerencsére debil ahhoz, hogy kilészen. Most mi állunk ide a pulpitusra, és mondjuk azt, hogy wow, wow. Jó, nem tudunk futni, azaz nincsen külön futásgombunk. Nem látok más kollektiblét, úgyhogy ennyi a nap. Lehet, hogy nem sokkal maradunk le az időtől. Mennyi lett volna az idő? 2.23, 4 csillag, nem halt meg senki, 1.15. Hát ott nagyon kell futni, hogyha újra akarjuk, és itt is van a retry gomb, de most nem kezdjük újra. Thursday a kedd. Bár azon gondolkodok, hogy Monday kezdtük a munkát. Vagy Monday este jöttünk be, az már nem kedd. Jó, átmegyünk a keddbe technikailag, de az még mindig a hétfő esti műszak. Szóval, hogy lettünk kedd? Na mindegy. Meglátjuk, lehet megint kedd jön. Na most kapjuk meg a porszívót, túl on le kedd. Tartsunk nyomva a bal gombot, hogy felszedjük a szemetet, solid trash. Nyilván vakpak, így a jobb oldali cuccra váltunk át. Na. Vagy megint este van? Kötelező esti munka? Aha, és akkor most már tudunk Q-val váltani. Ki tudom lőni a szemetet. Lehet, hogy ezzel el tudok valakit irányítani. Kyle, I've been waiting for you. Nagyon vártalak téged. I wanna tell you about something I found. Na, ez ordít felénk, Darley, hogy ő valamit szeretne mondani. Darley, don't shout like that, you scared me. Ne kiabáljál. Ne kiabálj így. Megijesztesz. Az komoly. Elég beszari karakterünk van akkor. Wait, you found something? Te találtál valamit? When I was doing my safety checks around the office, mikor én mentem körbe a, hát a biztonsági ellenőrzés körbe az irodákban, I found a tuft of fur, találtam egy bundacsomót, with blood on it, vérrel, or maybe was a jam, azaz vagy lekvárral, mindegy, answered Ian. But either way is suspicious. De egyébként ez elég különleges, szóval valahol elhulladtuk a bundánkat, vagy van rajtunk kívül valaki még, aki ilyenkor bundáskodik, és hát vagy vér, vagy jam volt rajta, szóval wow. What? Mondja a karakterünk. You did? Te? Why would something like that ever be in the office? Mit talál? Mi lehet még az irodában? Beats me. Something's afoot tooked. I suspect a dangerous animal got in the office. Ő szerinte valami afoot tooked. Hát nagy láb. Akar lenni? Fene tudja minden esetre, hogy ő szerinte valami veszélyes állat lehet az irodában. I run a ticked and safe ship. Én futok. Közel és biztonságos a hajóhoz. Ez ugyebár egy mondás, ajtok. I run a ticked and safe ship, azaz ki akarja deríteni relatív. I can let some animal run around freely. Ő nem hagyja, hogy bármilyen állat szabadon rohangásszon itt. I got a protect everyone. Mindenkit meg fog védeni. Well, azaz rendben van, mondja Kyle, és izzad, mint a fene. Good luck finding he, I mean it. És sok sikert, hogy megtaláld őt, mondja a karakterünk. Úgy értem, azt. Majdnem lebuktatja saját magát. I beat it already be cooked by tomorrow. Fogadok, hogy készen állunk a holnapra, vagy holnapra már lesz valami. Let me know if you see anything. Tudasd velem, ha bármit is látsz. See you tomorrow, bud. Találkozunk holnap, haver. Azért mekkora már kiderülne róla?
Na és akkor itt van, adjunk a porszívóval, jobb gombbal lövünk, és ballal szívunk. Viszont, ahogy látom, a hátunkon ott vannak ilyen feliratok, ami most 4 lesz, az a 4 kilőhető golyónk van, ami lehet, hogy fontos. Na, kezdjük el a szintet, és indult is a nap, 2 terem van, hű, te ott nagyon dolgozol. Ezek itt madárkodnak, meg minden. Ezt itt fölkapjuk. Nyitva a páncélszekrény, miért is ne. Hallod, ne gyere ide! Remélem nem jössz ide be, jó, szerencséd van. Ide bemegyünk, azt felszívjuk a szemetet. Valami nagyon brutális szülinapi buli volt. Oké, és akkor váltsunk át a vízre, és a vízzel ezt itt a mocskot föltakarítjuk. Ott a csík megy alul, hogy az ott takarításra kerül. Jó, egy szoba kész, te merre mész? Nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz, te vagy az előadó. Még egy kollektív, most már 2 volt, és itt van ilyen kis vonat. Felem van, az most kezdett melózni. Az is, hogy át kell mennünk az egész cumón, és senkinek nem tűnik föl, hogy mi vagyunk. Lol. Hát végülis megszokható, hát erről szól a cég, nem? Itt a nagy fúrnál mi van? Azt a fejet, hallod? Lol. Mi lettünk az élő plüsi. Nem látsz, nem hallasz, nem beszélsz. Sicu van. Te se nem állsz föl onnan, nem jössz erre. Eléggé kicsi a ranger dolgozik, mert még egyik se vett észre. Eljöttünk, elvégeztük a munkánkat, és már megyünk is haza. Kell lennél több? Na, meg lett a 2 percen belül vajon? Meg, kerek 2 perc. 4 csillag, 1.15 megint a következő szint, ismét nem öltünk meg senkit, és már szerda van. Ezek szerint kötelezően csak éjszakai műszakban leszünk? Vakpak, shots compass, trash bars, press jobb gomb to shot. Co-workers will take it the nearest trash bin. Fogják a közeli szemetes. Valószínűleg ebben tudjuk elterelni a figyelmüket, de majd mindjárt kiderül. Újabb éjszaka, szerda. Kyle, I have something very important to tell you about. Kyle, van valami nagyon fontos elmondani valóm számodra. Valami nagyon fontosat akarok elmondani számodra. Huh? You do? Did you find anything, darling? Azaz mondja a karakterünk, hogy he? Te szeretnél, te csináltál, te láttál valamit, Derli. No, necessarily nem valami fontos, vagy nem fontos, vagy szükséges. I wasn't able to find a single trace of it last night. Én nem értem el egy... a single trace pass múlt este, valamit nem érte, but I know that Rascal is hiding in the office somewhere. Nem talált semmit tegnap este, de tudja, hogy valami, hát Rascal rákcsáló talán, rejtőzködik az irodában valahol. Nézzük már meg, mit jelent a Rascal szó, hát. Ha már föltaláltak a internetet, akkor keresünk rá. Ahol írjad. Gazember. Nem talált semmilyen gazember, itt rejtőzködhet az irodában ő szerinte. De jó az. Úgyhogy van a félre. I wanted to update you on this. Szeretnélek. Hát. Lékeztetni erre. I started working on something special. Szeretnék új információkat megosztani veled, vagy valami hasonlóra fordíthatnánk. I started working on something special that helped me catch it. Dolgozik, elkezdett dolgozni valami nagyon
különleges dolgon, ami segít neki majd elkapni az illetőt, but it I will take a will for me to make it. De még kell neki pár dolog, mire elkészíti. Don't you worry tooked, de semmi gond, az egész, ahogy halad vagy keresztül, nincs probléma. I will keep this office safe for the both of us. Ez az irodát biztonságosá fogom tenni mindannyiunk számára. Yep, mondja a karakterünk, nagy nyel és közepett, és talán még jobban izzad. I sure you catch the rascal soon, mondja a karakterünk. Reméli, hogy elkapja ezt a gazembert hamarosan, közben tudjuk jól, hogy mi vagyunk itt, akit elvileg be ő keres, és azt nézem közben, hogy mi ez a lázadás itt a rebellion itt lent. Szóval itt fölöttem láthatjátok, hogy ott vannak a falakon különböző plakátok ezzel a cég logójával a farkas fejjel áthúzva, és szétdobálva paradicsom, meg lázadás, meg minden fölirat, mondom, azt is takarítanunk kell, főleg ha elbetűt nyomnak R helyett. The better get to work, jobb lesz, ha elkezd dolgozni. I know if, majd tudasd velem, if I catch a glimpse of it. Mármint, hogy te tudod, ha én kapok, ha valami bármit is elkap, majd szólunk róla mi. Sounds like a plan, jól hangzik, I see you tomorrow, but találkozunk holnap. Jó? Na nézzük akkor, miből állunk. Megint most három dolgot kell megoldanunk. Ez már rohan a kezerrel, az ott erre jön, nem jön erre, nem bátor. Oké, the rebellion stage 1. Oké, ehhez vacuum cleaner kell. Oké, összeszedjük először a dzsuvát. Mindenhonnan eltüntetjük a antifarkas feliratokat. Onnan is szépen UNS felirat. Screw. Ceo Hovl, Vonita főnök asszonyja. Lehet, hogy a főnök a garázda, és ezért kért éjszakai műszakot, hogy valaki mindig legyen itt, hogy ő benn maradhasson a szobájába. Na jó, hát letakarítjuk itt a undormány feliratokat. Éppen egyszerűen, ahogy kell, ezt is itt. Ő ott nem lát kint semmit, nehogy erre gyere. De meg fogsz szólni, van egy érzésem, mondom. First blood. Hát ezt megettük. Hit buddy. Jó, egy valaki már meghalt. Viszont megoldottuk, hogy nincsen gond. Jó, hát szóval ez így működik. Akkor vörössé válik a világ, és hát észrevesz. Hát egyértelmű, végül is egy területen tartózkodtunk, ne csodálkozzunk, de legalább már nem kell vacsit főznünk, el is előny, nézzük a jó oldalát. Jó, arra nem látok semmit. Oké, arra a zsákutca lenne, közben keresem, hogy van-e valami gyűjthető. Hoppá, hoppá, nem, te nem látsz. De berohanunk és elfénymásoljuk magunkat, azt mondta, hogy el lehet bújni, már azt hittem. Az lett volna még fun. És komolyan erre kell végig jönnünk. Ja, nem lehet semmi. Ne! Hát akkor te most meghalsz. Nem lát semmit, nem hallasz semmit, nem jössz ide. Jó. Tartakadok. Kettő már. Vót nincs üzemmódban van. Ez nem megy olyan könnyen, mint ment, hát itt közben égnek a szerverek, szóval legalább a felvételek megsemmisülnek rólunk, ha vannak egyáltalán, és megy a ventilátor, szóval overheating szerver, túlmelegedett szerverek, hát az persze locsolással kell megszüntetni. Mindenki így szokta, nem? Jó, remélem elég távol vagy tőlem, hogy nem erre fogsz jönni, mert lelocsollak. Ja, elvileg van ilyen lövöldöző, nem? Jó, kucs, merre menjek amúgy? Balra föl? Nem, sicu van. Hülye.
Jó, te nem lesz semmit, akkor meghalsz semmit. Jó, fölkapjuk a testet, nem ott fogjuk megzabálni a mindenki előtt, hanem mondjuk itt, és remélem nem fog 7 kilométerre elszállni. Úgy. Úgyis overheatingelve vannak, a Charlie bodyját kell eltakarítani. Hát most sokan meghaltak ebbedig a mai éjszakába, és az időnk is mindjárt elfogy. Nem, nem. Shih Tzu! Ott kellett volna befutnunk. Oké. Nem. Shih Tzu van. Erre se semmi se. Fölnekeljé. Te se lesz semmit, te se hallasz semmit. Ide bemegyünk. Összeporszívózni bármi, semmi. Majd itt. A gyerek sarokba. Éppen mindent is fölporszívózunk, a brutális utca. Ezeket itt föltakarítjuk szépen, és még másfél percünk van csak. Hát nem tudom, ezek a játékoknak divatja, hogy a harmadik pályától kezd el brute force-olni minket, és nehezedni. Igen, itt hova lyukadunk ki? Kukucs. A konyhára. Ott van valami kollektible cucc. Ezt fel is vettük, te ne gyere be, mert meghalsz. Oké. Senki nem lát semmit, élő plusz elrohangászik, nem erre jössz, nem arra mész, nem látsz. Egy perc van hátra, nem látsz. Nem hallotok semmit, nem láttok semmit, nem érzékeltek semmit. Jó, itt a... Noah's body-ja kell eltüntetnünk. Oké, ez megvan. Kéne az exithez jutnunk végre. Hát figyelj, kevesebb ellenállás lesz. És nagyon rosszul sikerült ez a pálya, úgy látom. De belakmároztunk az egy hónapra szerintem előre. Egy csillag. Egy csillag, négyen haltak meg, és a no-kills matrica nincs meg. Következő csillagunk akkor lesz, ha 5 perc alatt érünk be. De hát ez most így marad. Napper, nem mondod. Capture a Crittlers. El kell kapnunk állatokat. Press space to lung. Lung az nem tüdő. Blind people, vak emberek. Ja. Szóval el kell kapnunk különböző csúszómászokat, kígyókat, egyebeket a területen. És a megvakulló emberek, azaz vakemberek, hát találnak, akkor rá kell dobni a kajtrot, és lehet iszkirizni, mert akkor nem fog látni. Viszont a zsákba be kell gyűjtenünk ezeket a csörgőkígyókat, mert szerintem ezzel le is buktatja magát a játék, hogy mi a nagy terve a biztonsági őr, éjjeli őr kollégánknak. Szerintem kígyókat hozott, mert azt hiszem, hogy patkányok vannak a helyen. És hát a kígyó megzabálja a patkányt. Oké, na nézzük, mit fog most meg. Na, most már van trashbag space-ünk, király. Ezt itt mögöttem érkálja egyébként a dolgokat. Azt ott láthatjátok is. Nézzük meg még ezt a pályát, és akkor ez lesz a mostani vége. Kyle, hold it right there! Kyle, nagyon örült meg. Eufórikus örömbe van, már meg van szállva. Hát látszik az arcán, hogy ő most túl van pörögve, maradj egy kicsit itt, vagy hogy maradjunk itt, vagy várj egy kicsit, oké. Mi a baj, Darlie, mondjuk neki, még továbbra izzadtan. Kyle, I was wrong. Van egy kis gondja. I've been wrong the whole time, rossz időben volt. This thing in the office isn't just some weird animal. Ez a dolog az irodákban nem csak valami vadállat. Think about this, this creature is an unfamiliar place. Ez a kreatúra egy azonosítatlan
helyről van, vagy ismeretlen? No wild animal in an unfamiliar layout could stay out of sight and hide any trace of itself out of sight. Hát Derli, szerintem nyugodj le egy kicsit, mert túl pörögtél. Ugyebár már minden behalózik itt. It's something much smarter. Valahogy okosabb, much more dangerous, veszélyesebb than I anticipated, ahogy gondolta, vagy érte, vagy hitte, gondolom. It might be a true monster we are dealing with. Egy valódi szörnyel van dolga. I'm adjusting my special project to be better suited for. És hát a különleges projektjére úgy gondolja, hogy jobb lesz, ha nagyobb célra vár. És komolyan kinyitott egy gombbal egy padlólemezt, amiben lézeres shotgun, kard, Excalibur, 9mm-es torpörője, valami gránát, valami brutális nagy akármi, shotgun, meg kiskés van. Ha-ha-ha, oh Jess Derli, oh Jézus Derli, you must really have your words cut out of you, ten. Mert akkor őt lehet, hogy nem tudjuk szétkapni, mint fogsz a lábtörlőt. Ugyebár, yeah, I really should get forget, I finish my shift on T. Hát ugyebár meg vagyunk tőle ijedve, és hogy nehogy kivágják elér, hogy ilyen dolgokat rejteget ott a munkahelyén, és hogy mennünk kell, hogy befejezzük a műszakunkat idő előtt. Be careful in the office, Kyle. Légy nyugton az irodában, Kyle. I went out and cooked a whole bunch of criteria and set them loose in there. Minden kritériumnak megfelelő, és mindent elhagy, ami úgy van. The actor's bait for the monster of curse. És már megint a szörnyről hadovál. Yeah, rendben, yeah, thanks for the... Kösz a figyelmeztetés, Derli. I catch the monster if it's the last thing I do. Elkapja ezt a szörnyet, még hogyha ez lesz az utolsó dolog is, amit ő csinál. Találkozunk másnap, buddy. Haver. Nice! Ha nézzük, mivel állunk ma szembe. Három takarításunk van, és... És gyorsan elrohanunk erre. Azok ott el vannak, az mindjárt föl kell. És akkor itt van a... És akkor ezeket be kell zsákolnunk egyesével, vagy valami gondot is okoznak nekem, vagy csak ide jönnek, és el kell őket kapni. Nem tudom, hogy ezek a gombák ott a falon jó dolgok-e. Hát gondolom, itt kell a vacuum cleaner, pontosan. Rengeteg gomba jön be, meg a falról. Szerintem ezek CD lemezek, csak aranylemezre értek a dolgokat. Jó, ez ki van takarítva, az meg ott jön, az is jön. Mennyi? Te ne gyere. Ti meg hagyjatok békén. Ezt hátulról megkerüljük. Ez itt most tiszta. Jó, a következő takarításunk itt lesz bent, és azon kívül, hogy vannak állatok, gyere csak ide. Nem. Oké. Persze itt vannak a patkányaid, amit annyira kerestél. Főleg, ha azt kapnánk el, amit kell. Gyorsan porszívózunk. Gyorsan mosunk. Porszívózás megint. Itt látjuk, mit kell, hogy kell. Tiszta profint csináljunk. Oké, el is megvan. Így egy pillanatra meg tudunk nyugodni, és már kettő megvan a 4 perc alatt. Nem 2 perc alatt. Itt egy pistike, remélem kimész innen. Hányan járkáltok itt? Ti egyetek 6,5-be. Ahogy-úgy. Így látjuk, hogy ki mit csinál. Valahogy farkast innen felkapjuk. Ne gyere ide, mert meghalsz. Te se gyere ide, mert meghalsz. Jó. Van egy hortestünk, evel elrohanunk. Nem,
Jó, te is. Oké. Hát már nem fogsz találni testet, köszi. No waitress, köszi, ezt megadtuk neki. Hát takarítsd már föl, hát mennyire dzsuvás vagy. Jó, hát itt hárommal kevesebben lettek. Egy fölvertő cucc. Nagy vagányon felkaptuk, a csajok nem figyelnek szerencsét, meg valaki brutálisan összefosott mindent már megint. Ja nem, felborult a targonca, bocsánat, akkor ez olaj. Ha megpróbáltak benne driftelni, nem jött össze. Akkor először szerintem föl kéne cleanelni, nem? Gyerünk, 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 gyerünk. A targonca véres. Miért véres a targonca? Jó, valószínűleg valaki megbakkant rajta, és ez olaj, de az a vicces, hogy ez nem gázüzemű targonca. Mármint gázüzemű targonca, nem ilyen. Jó, más. Kukucs. Fut, 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 fut. Úgy. Két perc. Hát az, hogy a hullák száma nő, az szerintem senkit nem zavar. Nehogy erre gyere, mert megharaplak. Úgy. Oké, sicu van. Nem, 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 nem! Úgy. Nehogy erre indulj el. Nem lehet semmi. Észrevettük. Na, hát jössz velünk, haver. A sarokba finoman mell lesz elfogyasztva. Innen eltakarítjuk a mocskot. Erizom Badio-ból. Figyelj, végül is a céges költségvetést megoldjuk, mert kevesebb alkalmazott, kevesebb fizetés. Kevesebb fizetés, több prémium nekünk. Hibátlan munkás prémiumot érdemel, nem? Na, ezzel meg is vagyunk. Annak milyen vörös csúnya személy vannak. Na hát level completed, és úgy látom az időnkbe még belefér egy pálya. Hát két csillag végül is, igen, ezeket lehetne jobban csinálni, szóval ki lehet maxolgatni. De hát van az így. De hát na, kérlek, már hát már csütörtök van. Ez megszállott. This is a single handled the most enslaved creature I will ever had the displeasure of dealing with. De kezes... Na jó, ezt most már lefordítom, mert érdekel, mert viccesen poén ez a sztori. Kiütjük a mikrofont a helyéről. Egyedül ez a legmegfoghatatlan lényeg, hogy valahogy is nem volt kedvem foglalkozni. Mert szerintem már megszállott. Darley, are you alright? Darley, minden rendben van? Miket csinálod ott, he? Haven't cooked it yet, még nem vagyok kész. Még nem fogtam fel, még nem értettem meg. This creature thinks and higher than might, it's looking at me. Kiröhögje ez a lény, gondolja ő magasan és misztikusan. Ő nevet rajtam, nézi, ahogy elbukom a megálltásából újra és újra. Azaz, már tényleg megvan az eve. Az a lény azt hiszi, hogy olyan magas és hatalmas, nevet rajtam, nézi, hogy nem sikerül újra és újra megállítani. It's almost as if a monster I able to gain information about everything this building. Mint az a szörnyetek minden információt tudna szerenni ebbe az épületben, de amúgy... Darley, nem gondolkoztál rajta, hogy hol dolgozol amúgy? Valójában ez a szörnyetek már ismerhette az épületet. There's only so many ways some things or someone could obtain information like that. Csak annyiféleképpen lehet, hogy valami vagy valaki ilyen információkat szerezzen. A special project will be completely by tomorrow night. Következő éjszakára kész lesz a szettje.
ugye Bardem, de Monster Event Anywhere-ről nem tud bárhova is akar futni ez a szörnyetek. Egy Snuffle Life Out of His Entry-lip kivonja a forgalomból. Különleges projektem holnap estére befejeződik, akkor talán a szörnyek nem lesz hová futni, teljesen kiortom belőle az életet, mondja. Have you ever seen someone live get surfed out, Kyle? Láttad már, hogy valakinek az élete kimúlik, Kyle? Azaz láttál már halált, Kyle? Kérdezi tőlünk Darlie. Hát láttunk szerintem pár. Nem, valójában nem, Darlie. I do not need to get too hurt. Azaz ő nem akarunk ilyet látni. Nem természetesen nem, Darlie, mégis munkába kéne állnom. Yeah, I see you tomorrow. Rendben van, találkozunk holnap, haver. És nem mond mást, ez üdvözölendő, mert szegény karakterünknek így is gondja van a számla kifizetésével, kilógó nyelvvel vigyorogva eljövünk dolgozni, és tök magunknál vagyunk kategória, míg nem látunk fizikailag embert, és hát ez meg itt le akar minket gyilkolászni. Tehát négy hely van, ahova ma mennünk kell, az első itt is van egyből. Jó, hát te már most meghalsz, hát most mondom. Jó, Angie volt. Rip. Lehet, hogy mondjuk nem kellett volna ilyen szanaszéjjel cselszni ezt a szobát, és akkor nem jövünk be ide. De mindent is eltüntetünk. Játékok. Kutyafüle, te maradsz ott, kiremélem. Nem foglalkozol a hangokkal. Mondom, válts át fegyverből. Elég módot. Mindig fegyvert mondok, de mindegy. Jó, szerintem széttépünk mindenkit a francba, nem foglalkozunk ezzel, hogy nem tudunk takarítani. Ott mi történt? Mi az a birka áldozat ott lenn? És azt kell feltakarítanunk. Hát ha ők így, akkor én így, hát gyere ide, te leszel a következő. Akkor szerintem nincs elég időnk egyébként mindenkit megölni a pályán. Vagy újra spavnolnak, vagy túl sokan vannak. Szia! Nos, ezzel elrohanunk. Senki nem látta. Ez azért komoly. Hát itt úgyis takarítanunk kell, úgyhogy kutyának nem fog föltenni, hogy Jenny's Body megszűnik létezni. Úgyhogy a csaj látott valamit, amit nem látott. Oké, ez készen van. Itt nincs mit begyűjtenünk. Jó, lett egy kis útvonalunk ebbe az irányba. Errefele bárki meg szeretne halni. Úgyis olyan kedves hozzánk mostanában a pistike. Ott egy begyűjthető tárgy. Itt vagyunk, dolgozunk, nem lát senki semmi. Berohanunk. Nem jössz erre, meghalsz. Ennyi dolgodra? Lőni akartam oda, hogy mit csinálnak azzal. Ja, elvisz a legközelebbi szemeteshez. A legközelebbi szemetes ott van, meg is volt, no littering. Jó, te nem látsz, nem halsz, akkor meghalsz, nekem így is jó, szia. Kérem szépen a drágalátos testedet, ide behozunk a szartenger közepére. Vagy összehánytak itt minden, már bocsánat, ha látjátok mi van itt, úgyhogy eloltjuk a tüzet, mert oda van fosva az íróasztalra. Hát szerintem ami nagyon debil a főnök, ez a főnök iroda lesz szerintem. A szép szerencsén nincs kapok, alszik, nem mondod, hogy alszik. Itt alszik. Jó, ez kész is van, meg is lepődtem, azt hittem nincs ott senki, azt nézd meg, ott van. Én tudjuk szedni? Gyere ide. Wet Dream, de Archivement járt, hogy lefröcsköltem. Nedves álmok, azt mondja. Ja, a következő útunk az erre föl van. Ne jöjjön senki. Úgy. Ha megint kacsolni kell.
Miért vannak itt kígyók, kérlek szépen? Jó. Megint itt vannak a tiltakozók. Ezek elégedetlenek a... Ott van a táblán egy vonyító fej. A felirat. Oké, ez megvan. Gyorsan nézzünk erre körbe, hogy látunk-e bármi összeszedhető kollektív lecuccot. Nem lát semmit, nem hallasz semmit, nem beszél semmiről, senkinek semmikor, csak instant megmakkansz. Jó, meg kell keresnünk a kijáratot. Lehet, hogy van még egy kollektív le, amit nem látok, mert nem vettem észre. Szép nagy kerülővel itt kijutunk. És minden fai, minden zsír, kérem szépen, még van egy percünk, úgyhogy nagyon jók vagyunk. Több mint egy percünk van. És level complete lett. Ez volt a szombat. 2 csillag, 4 gyilkolás. És itt az utcsó napunk. Nézzük, mi lesz. Wow! Na hát láthattuk a videóban, hogy ugyebár lebuktunk a biztonsági őr előtt, aki kicsit tikkelő szemekkel nézett ránk. Hát nem tudom. Egész héten nem tűnt föl neki. És egy nap van fizetésig, azt mondja, hogy kifizessük a dolgokat. 2008. októberét írjuk ő szerinte. Itt ezekre nem lehet kattingatni. És hát ugyebár a Sunday jönne, nem tudom miért rakott ide ki, lehet, hogy akkor vagyunk jó fizetők, ha minden maxos, vagy mi az a felkiáltó jelünk? Collectibles, összegyűjtött dolgok, ó! Kyle life saving, Kyle él, megtakarított pénze. Here is it, this jar contains all money, ebbe van a üvegben összes pénze. I will be nameless save while working here. Miközben dolgozik, ezt sikerült félretennie. Some would say that this isn't much after 2 years of working. Két, nem valami sok ez 2 év munka után. Well, they be right, végül is ez rendben van, but this job gives me the safety and quiet. Biztonságos és egyszerű vagy csöndes, I need. For the last I did until this week, I hope I can pay the rent. Mi mennyi a bérleti pénz? Na mindegy. Van itt még Kyle-nak és süti, peanut butter cookie, azaz mogyorós vajas süti. Kérve Jacket Jenny-nak sütötte nekünk. She normally brings freshly baked chocolate chips cookies for everyone. Sütött mindenkinek normális, azaz átlagos friss csokis chipset. During my first week working here, she noticed I didn't grab a chocolate chips cookie. Az első hetemen, közben itt dolgoztam, ő figyelmeztetett, hogy ne vegyek el a csokis chipsből. Chocolate and dogs never mix well. A csokik és a kutyák sosem jó keverék. So I stayed away. Szóval én távol maradtam. But she just thinks that I don't like chocolate. But de úgy gondolta, hogy én nem szeretem a csokit. Ever since the first week, az egész hét, she always baked one peanut butter cookie for just for me. És hogy az első héten elért nekünk egy mogyoróvajasat sütött, ami nem csoki. Ezáltal tök jó, hogy a kutyák nem szeretik a csokit. Nem ehetnek. Szeretik, csak nem lesz meg tőle jól. Wooden spate and garlic. Ugyebár ez egy ték, mint karó, és egy fa. Fa. Ilyen fában van a karó végül is. És egy nyaklánc fokhagymákkal. Elég klasszikusan van megoldva. Some members of the office seems
to think Cameron is a vampire. Néhány dolgozó members tag az irodában úgy gondolja, hogy Cameron egy vampír. I may be a werewolf, but I don't believe in vampires. Bár igaz, hogy én egy vérmarkas vagyok, de én nem hiszek a vámpírokba. Ez így korrekt megfogalmazás. Sure, I'll admit, no one since Cameron does of this fight always looking ghastly. Végül is nem tűnik Cameron... hát... gázosnak? But that's just because she a hard worker. Csak túl keményen dolgozik. Jó lenne ezt normálisan lefordítani amúgy. Viccesebb lenne. Outrooked there was that one time Cameron didn't appear in team photo. Vakaró is fog, hogy ma az iroda néhány tagja úgy tűnik, hogy Cameron vámpír. Lehettek a vérfarkas, de nem hiszem, hogy a vámpírokban. Persze bevallom, senki sem lett a Cameron szunyókálni. Annak ellenére, hogy mindig nézze, borzasztó, de csak mert ő egy kemény munkás, bár ott volt egyszer Cameron nem jelent meg a csapatban a fényképen. Szóval ugyebár a hiedelem adja, hogy a vámpírokat nem lehet lefotózni, ennek köszönhetően ugyebár Cameron nem látszott a fotón, vagy nem jelent meg a fotózáson, lehet választani. Mr. Shop's head. He used to be fully body manicure user for testing Macari jeans. Ők használják ezt az egész test manikűrt, manikűrösök, hogy próba, hát mégis egy próba baba, ezen gyakorolnak. Over the years, évekkel ezzel keresztül, the wear and tear broke him down, viselés le, eléggé le lett amortizálva. Nobody that's left home of him is a head, végül is itt hagyták ezt a fejet. Don't worry, Mr. Shoop. Mr. Shoopnak lett elnevezve. Semmi gond, Mr. Shoop. I take care of you now. Most már én fogok veled foglalkozni. Deluxe toilet papír roll. Az arany WC papír. I finally got my hands on it. Végre a kezemben foghatom. The Mega Deluxe Soft 21 Place Toilet Paper Roll. Azaz a Mega Deluxe UHA 21 karátos arany karátos WC papír guriga. The company only restocked the office with one of these rolls every month. A cég csak újra tölti az irodában egy gurigával minden hónapban. De az havonta egy WC papírt, annak a többit hoz magaddal, vagy ne kapj bent. Lehet ezért lett összeszarva az első pályán a WC. Na mindegy. The rest of the bathroom have normal toilet papír. A pihen a fürdőben vagy WC-ben, ilyen téren, bár a bathrooms az fürdőszoba inkább. Normál toilet papír, probably because it's always battle between employers to steal it legendary toilet papír for themselves. This time it's mine, mine! Mégis akkor elvileg be azt jelenti, hogy a WC-ben vagy a fürdőkben mindig normál WC papír van, és általában valaki mindig mert hogy amúgy ez azért van, mert mindig csata van a dolgozók között, hogy ezt a legendás WC papírt megszerezhessék, és itt az idő az enyém, csak az enyém mine. Jó, a hatos az nincs meg, szóval ugyebár egy pálya, 2, 3, 4, 5, 6, és ez lesz a majd a vége, ahova megyünk. Szóval akkor elvégbe pályánként van kettő, ennek köszönhetően első, második, harmadik pályán hagytunk el valamit, a negyedik ki van maxolva, ötödiken elmaradt valami, hatodik kimaxolva, és a hetediken még nem voltunk. The Gold Wolf Plushy, az aranyfarkas plüss. This is one of the discounted plushy that's never made it to the market. Ez egy visszavont plüss. Ezt sosem készítették el a piacra, azaz sosem került forgalomban. The idea was to make the premium plushy out of pure gold. Az ötlet, hogy készítsenek egy premium plüst, aranyjal bevonva, hülye ötlet, stupid idea, when tested, mikor tesztelték, the plushy was extremely uncomfortable to snuggle with. Végül is ugyebár, mikor tesztelték ezt a plüsit,
az extrém kényelmetlen volt a snuggle, azaz a bújáshoz, azaz nem lehetett ölelgetni, meg simogatni, meg semmi. I think this the only one the ever made. Ő úgy gondolja, én úgy gondolom, hogy ez az egy készült csak el. Oh, well, maybe it can help pay next month's rent. Végül is talán ez segít kifizetni a következő havi számlát. Na, hát végül is akkor ezeket össze kell gyűjteni, és az alapján tudunk lenni. Rebellions megafon, ugyebár a Rebellions a lázadók, a megafon pedig a hangos bemondót jelenti. Itt is van, Rebellions megafon. Uh-oh, it looks like this overnight week is finally the scrub that breaks the camel's back. Uh-oh, úgy néz ki, hogy ez az éjszakai műszak végre megtöri a tevét. People have been feed up with the sales, discounts for the poor working conditions for the wheel. Végülis ha jól gondolom, jól értelmezem ezt, mert így most lefordítani szóról-szóra nem tudom pontosan, hogy a CEO, azaz a vezetőség nagyon szegényes körülmények között, munkakondíciók, working conditions, azaz munkakörülmények között tartja a dolgozókat, azaz rosszak a munkakörülmények. The chaos will help take some attentions off of me. A chaos fog segíteni nekem figyelmeztet ki, vagy kifigyelni. Segít az űrzavar nekem, but just hope things don't get the crazy, de nem fog megőrülni, de ha lefordítjuk telibe. Ó, ez úgy néz ki egy éjszakás hétvégére szám, amely megtöri a leve visszatér, hát jó a tökéletes, kérem szépen a fordítás a Google által, ugyebár itt telefonnal próbálom fordítani, ugyebár embereknek elege van a vezérigazgatóból a döntésem és a szegény munkakörülmények miatt, de kell segít figyelmet, csak remélem a dolgok ne örülj meg nagyon, hát végülis eltereli a figyelmeket. A SEO suite, hát ez egy drága ink szerintem, meg egy zubbony, meg egy nyakkendő, a vezetőség inge. A SEO server suite tailored exactly like this. A vezetőség közt nagyon népszerű ez a ruha. Kifejezetten szeretik ezt. People dislike the SEO for many reasons. Az emberek nem szeretik a vezetőséget ebbe, úgymond. If this is aren't the most employee friendly, but put it lightly, is the SEO fault for enforcing this overnight work week? Ez az éjszakai kötelező túlóra a héten, ez nem jó. Ellenül mindenki hibázott, gondolom. SEO-nak több öltönye is pontosan ilyenre van szabva. Az emberek nem szeretik a vezérigazgató sok okból. A döntésé nem a legtöbb alkalmazott, finoman szólva barátságos. Ez van a vezérigazgató hibája. Egyik napról a másik érvényesíteni a munkahetet, ugyebár ezt az esti túl órát. Ez nagyon szép ötlet, talán menni fog viselni a következő munkahelyemen, interjú, ha nem lennének jók a dolgok. Tehát, ha innen kirúgnák, akkor jó lesz neki egy új állásinterjúhoz ez. Az e-mail, mindezt egy kazettán kérem szépen. I need to work nights, what am I gonna do? Az e-mail. Én nekem kell dolgoznom éjszakánként? Mit fogok csinálni? Ezt lejátszunk, mi lesz? Ja, ez volt a kezdő videónk, bocsánat. Vajon megváltozik? Vagy ugyanazt nézzük újra? Az meg csóválja, kis plüss cuki. És a laptopján ott is van. Minden dolgozónak kell egy hétig fizetetlen túlóra, vagy te ki leszel rúgva. Hát ezt láthattuk kb. A nagy munkáját a... Itt látott is a videón, ez így nem játszik cím, szóval fizetni kell. És ugye hó vége van? Igen, jó, hát akkor ez volt a mail. Ez érdekes, hogy így megkaptuk. És akkor az Epiphany, az is egy videó. I don't know it at the time, but Darley had planted security camera inside one of the SEO plotter plants. Azaz a vezetőségnél, az
elhelyezett egy kamerát, és ezzel lebuktatott minket. Én nem tudtam, de Derlész előtetett egy biztonsági kamerát az egyik növény belsőbe, a vezérigazgatói irodában a cserepes növények között. Oké. És akkor van a hetedik napunk, szerintem ott meg kell küzdenünk vele, vagy el kell kerülnünk, lehet választani. És van tutoriál egyébként, ez vicces. Jó, akkor azt mondom, nézzük meg még a Sunday kizárás előtt. Incomplete, időre megy. Darley said he's gonna snuff the life out of the monster. Darley azt mondta, hogy ki fogja nyírni a szörnyet. If I don't think the way out of this, ha én nem hiszem, hogy ez sikerül, Darley... Nem hiszem, hogy hagyhatom, hogy Darley megöljön. And if I'm dead, then how I'm gonna pay my rent? És ha én meghalok, hogy fogom kifizetni a albérletet, mondja. Maybe I can make Darley believe the monster is dead. Talán el tudom Darleyvel hitetni, hogy a szörny meghalt. Jó, hát csekkoljuk le. Vagy még ne. Vagy még nem. Ezzel fogjuk folytatni következőre majd. Be fogjuk majd fejezni, ez ilyen kis zárás lesz, meg megnézzük, hogy milyen archívmentek vannak benne, meg sok minden. Remélem tetszett. Ha igen, ne felejtsetek el lájkolni. A játékot ti is ki tudjátok próbálni, Steamen ingyenes. Ugyebár a játék nevét beírjátok. The Ware Cleaner. És nagyjából Potato PC-n elfut kategória, hogy szokták volt mondani, szóval nincs gépigénye nagyon, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, vicces, funny, nem egy hosszú játék. Mint most elszorrakoztunk vele majd egy órát, de ügyesebb jelzt, hogy fél óra alatt kitolja. Vagy ha maxolni akarja, akkor kicsit több. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!